Beteget vizsgál Hegedis doktor. Augusztus óta egy budapesti magánkórházban dolgozik sebészként, Azelőtt tíz évig Angliában élt. Dolgoztam több mint tíz évet az állami rendszerből, rendszerben, és én onnan, onnan menekültem ki Angliában. Alapféve önmagamért is, illetve a kollégáimért is csatlakoztam ezért a, ehhez, a, ehhez a csoporthoz. Ahhoz a csoporthoz, amely a Facebookon alakult, ezer egy orvos hálapénz nélkül néven. Két hete 64 orvos írta alá petíciót, amelyel a magyar egészségügy kilátástalan helyzetére akarták felhívni a figyelmet. Már a 781 orvos állt az ügy mellé, nevüket vállalva, köztük Lénárd Rita doktornő, aki a házon kívül stábjának adott interjút. A belgyógyász szakorvos szerint minden baj forrása a hálapénz. Először van ez a megalázottság érzés, aztán esetleg az életkörülmények egyebek miatt az ember elfogadja, és azt gondolom, hogy úgy van tovább, hogy, hogy már elvárja, Na, ide nem jutottam el, hál' Istennek. A petíciót aláírók most közvetlenül az Emberi Erőforrások Miniszteréhez fordultak. Levelükben azt kérik Balogh Zoltántól, hogy válaszoljon a korábban feltett kérdéseikre. Mikor tűnhet el a hálapénz? Mikor egyeztetnek az egészségügy szereplőivel? És milyen konkrét lépéseket terveznek 2016-ban az egészségügyi dolgozók anyagi helyzetének javítására? Szemelvejsz Ignáccal példálóznak, a Magyar Szülészorvos fedezte fel a kézfertőtlenítés fontosságát. Ezzel összefüggésben azt ír 2015-ben Szemmelweis Ignác hazájának gyógyítói jutottak a legkevesebb készfertőtlenítőhöz Európában. A miniszter egyelőre nem válaszolt nekik. Balogh Zoltánt híradónk is hiába kereste. Sajtóosztályáról egy közleményt kaptunk. Ez szinte szó szerint megegyezik azzal, amit két hete az orvosok akciójának kezdetén küldtek. Azt írják, a kormány bértemelt, csökkentette az orvoselvándorlás mértékét, valamint a kórházak adósságát, és a rendszerváltás óta a legnagyobb fejlesztés hajtották végre az egészségügyben.